De most először Karácsony Gergely főpolgármestere. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, jó estét! Jó estét! Ezzel kezdünk mi is, amivel az imént a kolléganőm abba hagyta, mert hogy délután derült ki, hogy Alexandra lesz a Fidesz részéről a kihívója. Körülbelül egy-két hete Csuha Ildikó kolléganőm ezt már megírta, ugye erről voltak korábban sajtóhírek, egy idézet tőle. A nemzet fővárosa ma Gyurcsány Ferenc fogságában van. Ő csinált főpolgármestert Karácsony Gergelyből, majd ültette nyakába a saját levitézlet embereit, és még tette, hogy nem harcolni kell, hanem együttműködni a kormány, pedig folyamatosan harcol. Mit gondol az indulásról, meg hát ezekről a mondatokról? Anélkül, hogy személyeskedni szeretnék, vagy bárki személyben megbántani, többször elmondtam, hogy teljesen mindegy, hogy ki a Fidesz jelöltje. Tehát nem a Fidesz jelöltjével van a problémám, hanem a Fidesz politikájával van a problémám. Az, hogy ezt a várost egy ilyen bűnös városnak tartják, aminek el akarják venni a pénzét, a levegőjét, a szabadságát, az, hogy ezt a politikát kiképviseli, Mondjuk a kormány szóvivőnél jobb szimbolikus választás, hiszen ő a kormány szóvivője Budapesten. Szerintem a fő fő főpolgármester helyettes és Szerintem dolgozott. Szerintem a főpolgármester a budapestiek szóvivője, úgyhogy én a budapestieket képviselem. Ugye azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy ki a főpolgármester jelöltje a Fidesznek. Egyébként lehet, hogy kap még kihívót. Vitézi Dávid itt volt a startban a minap, és azt mondta, hogy ő március 31 tehát a hónap végéig dönti el. De több lista lesz. Ugye ott van a Momentum listája, és ott van a Kutyapárt listája. Ők is éppen most jelentették be, hogy Baranyi Krisztina lesz a lista vezetőjük. És azzal, hogy a Momentum és a Kutyapárt külön listán indul, mennyire van veszélyben, van a többsége a közgyűlése. Vannak olyan ö, ö, elemzések, amelyek azt mondják, hogy ezzel bizony veszélybe kerülhet a fővárosban a többség. Az a kérdés, hogy ezek a pártok milyen politikát fognak képviselni a közgyűlésben. Például az, hogy Baranyi Krisztina lesz a kutyák lista vezetője, azt én egy nagyon pozitív fejleménynek tartom. Baranyi eddig is, Krisztina, bocsánat, eddig is a fővárosi közgyűlés tagja volt, nagyon felelősségteljesen viselkedett, és azt gondolom, hogy hogyha csak a két farkóakkal lenne többsége a fővárosi közgyűlésnek, akkor a város működő képességét fönn lehetne tartani. Kétségtelen, hogy ebben a, ebben a szisztémában, amiben nem a polgármesterek, hanem pártlisták, révén megválasztott listás képviselők vannak, független attól, hogy polgármestereke vagy sem. Itt egy másfajta kormányzásra lesz szükség, de ha több nem lesz többsége, akkor mit tud egy főpolgármester tenni? Lesz többsége. Annak a politikának, amiben én hiszek, és amit képviselek főpolgármester annak nagyon nagy többsége van Budapesten. Az, hogy ez most hogyan osztít meg a pártok között, ez nyilván a pártoknak fontos, a budapestieknek, meg nekem egy kicsit kevésbé. Úgyhogy én ezen, nem aggódom. Nyilván fel kell készülnünk arra, hogy azért ez egy nagyon kemény kampány lesz. Fel kell készülnünk arra, hogy, hogy nem érdemi viták lesznek. Nem arról fog szólni, mondjuk a Fideszes kampány, nem arról fog szólni, hogy mit akar a Fidesz Budapesten, hanem egy, egy borzasztó propaganda hagyjárat lesz az ellenzéki politikusokkal szemben. Tehát a propaganda ha már az én belevágott, fel. akkor muszáj, hogy közbevágjak, mert hogy azt is mondta egyébként, pont amikor Sőjök Tamás köztársasági elnök kedden hivatalosan is kitűzte a választások időpontját, hogy egy orosz mintájú lejárató kampányt indítottak ön ellen. A hírek szerint egy fideszes ügyvéd jár körbe-körbe, előzetesben ülő gyanúsítottak között vádalkut ajánlva nekik, ha hamis terhelő vallomást tesznek önre. Tudja, hogy milyen ügyben? Vannak még részletek, amiket tudok, azért nem tudom ezt elmondani itt önnek és a nyilvánosságnak, mert ezzel azt az informátort, akit szeretnék védeni, azt lebuktatnám. Akkor azt el tudja mondani, hogy milyen ügyben ülnek előzetesben ezek az emberek? Picit nem ugyanaz azért. Nem Ennél mondani. többet nem tudok mondani, de, de azért szeretném visszaidézni egy picit a Városháza ügyet, mert annak ugyanez volt a logikája. A Városháza ügynek a fő kolomposa, egy Zentai Péter nevű ember nem az újságíró, hanem egy bűnöző, azért mondom, hogy bűnöző, mert jogerős pert nyertem vele szemben, hogy bűnözőnek lehet nevezni. 16 milliárd forint csalással vádolták meg. A nap végén, a történet végén nem azért, hogy börtönbe került, hanem Tibor István üzlettársa lett. És a kettő között volt a Városháza ügy, ahol az összes felvételt egy Péter nevű ember rögzítette. És ezeken a beszélgetéseken csak ő volt ott, de a rendőrség persze őt nem tudta kihallgatni. Tehát én egyszer már végigéltem azt. Jó, tehát ez nem a városháza ügy, de ha mindenről tudomása van, akkor miért nem tesz például feljelentést? Azt tudja, hogy ki ez az ügyvéd? Tudom. Őt sem nevezi meg? Nem. Csak akkor szeretném felkészíteni a nyilvánosságot De A jelentést tesz akkor, hogyha ilyenekre akarják rávenni? Tehát, ha hamis tanúzásra akarnak itt valakit rávenni, azért nem vagyok jogász, de valószínűleg. Hát ez egy nagyon súlyos bűncselekmény. Ezt akartam megüzelni azoknak, félentést. akik az ott esetben ez ilyeneken gondolkodnak, hogy hogy ez egy nagyon súlyos bűncselekmény. És szeretném felkészíteni a nyilvánosságot arra, hogy itt lesz minden az elkövetkező időszakban. Egy dolog nem, érdemi ajánlat a Tehát a Fidesznek nincs. Üzenete, üzenete van ennek a városnak, meg azoknak a politikusoknak, akik ezt a város vezetik. Én ezt egyszer majd végigéltem a városháza ügy kapcsán, mert a kiderült, hogy azok követték el a bűncselekményt, akik kreálták az ügyet, és nem azok, akiket be akartak ezzel sálozni. Tehát egyelőre nem tesz feljelentést, ha jól értem? Nem, de még egyszer mondom, egész pontosan tudom, hogy kik azok, és, és akiket ebben az ügyben. Vázi megzsarolnak, vagy ajánlatokat tesznek, és ki az, aki ezt teszi? Mikor fog erről beszélni a nyilvánosság előtt a kampány? Hát attól tartok, attól tartok hogy hamarosan majd lesz, ami miatt újra beszélnem kell. És akkor megmondom neveket ]vel. is? Persze. Jó, hát akkor várjuk vissza. Most hiába kérdezném tovább erről valakinek. Ez Sajnos így van. Ö, tovább, mert több témánk is van. A fővárosban létrejött egy bizottság a botrány után. Hol tart most a bizottság munkája Tud-e beszámolni bármiféle ö, eredményről? Kislászló Bármilyen... polgármestorú vezeti ezt a bizottságot. Fideszes és, és, és ellenzéki képviselőik is vannak benne, összeállították a munkatervüket, és meg akarják hallgatni azokat a városvezetőket, akiknek szerintem a véleménye ez azon, az ügyben fontos lenne. Polgármester úr, az bizottság elnöke biztosan készségen áll a sajtó rendelkezésére. Volt az is a... itt egyébként csak akkor még nem tudta, hogy kiket hallgatnának. Igen, az igen. az tervünk, a tervünk, hogy a Fölösi Közgyűlés március ülésén, legkésőbb az áprilisén elfogadjuk azt a jelentést, amit itt tesznek. És nagyon fontos, hogy szeretnénk tisztán látni, tehát szeretnénk a múltat egy kicsit jobban megérteni, hogy hogyan tudott előfordulni egy ilyen kapitális hiba a fenntartó részéről. Hiszen 2011-ben érkeztek meg az első nagyon súlyos és nagyon jól dokumentált bejelentések, amiket akkor nem vettek komolyan, és éveknek kellett eltelni illetve hát valaki az tulajdonképpen az életével fizetett azért, hogy fölébbi a figyelmet arra, hogy mi történik a gyermekotthonban. De nagyon fontos része ennek a munkának, hogy javaslatokat fogalmazzon meg a bizottság arra nézvést, hogy hogyan lehet a gyermekvédelmi intézményrendszerben kezelni az ilyen ügyeket. Tarlós István itt volt két hete, és nyilvánvalóan erről az ügyről is kérdeztem, vagy legalábbis próbáltam kérdezni. Ő azt mondta, hogy többször ad, azzal vádolt ön tulajdonképpen, hogy nem mond igazat, és érdekes, hogy most állít fel egy ilyen bizottságot, korábban nem volt ebben a kérdésben annyira aktív, egyébként pedig akkor nyomozott a rendőrség, feljelentést is tettek, és bűncselekmény hiányában, ugye ezt lezártnak tekintették ezt az ügyet. Szóval ö, miért ennyire aktív most, és miért nem volt aktív annyira annó? Hát az egyik első dolgom volt, hogy visszavonattam ennek az igazgatónak a kitüntetését. Ezt is számfolta, azt mondta, hogy ő kezdeményezte ennek a kitüntetésnek a visszavonását 2018-ban, és 2019-ben ön fejezte be hát most erre még mit mondjak? egy volt főpolgármester, ennek a városnak 9 év volt a vezetője. Nem, nem szeretném belemenni ebbe a kicsinyes vitákba. Az egy ténykérdés, hogy a fővárosi közgyűlés 2019 azt hiszem novemberén vissza, vissza ezt a kitüntetést, akkor még kétségtelen nem tudtuk ennek az egész ügynek a krónikáját, és, és a kegyelmi botrány volt az, ami felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy itt tulajdonképpen milyen iratok vannak ezekben a fiókokban. Azért ez az ügy, ez 2011-ben volt, tehát Hazudnék azt állítanám, hogy minden kétes ügyet kivizsgáltunk az elmúlt kilenc évből, és ez valóban felvetette azt a kérdést, hogy miért nem foglalkoztunk ezzel akkor, de hát a köztársasági elnök bukásáig vezetett ez az ügy, tehát nyilván ennek tükrében felmerül az a kérdés, hogy azok, akik erről az ügyről tudtak annak idején, azok miért hallgattak, és aztán ugyanez a városvezetés miért javasolta a kitüntetése ezt az embert. Az a kérdés is felmerül, erre azt mondta Tarlós István, hogy hülyesség volt, most őt idéztem, Bagdi Gáborra értette egyébként, már mint a kitüntetés, de két kérdés ezzel kapcsolatban még mindenképpen felvetődik. Azt mondja, hogy 2019-ben a díj akkor ő már tudta, hogy mit tett az igazgató egyrészt, akkor miért nem indított vizsgálatot, illetve azt is állítja, hogy 2020-on a sértettek önhöz fordultak kártérítési kéréssel, és akkor sem tett semmit. Miért nem? Most komolyan arról beszélgetünk, hogy Talós István főpolgármesterség idején pedofil bűncselekményeket követtek el éveken keresztül. Erről az a városvezetés annak idején tudott. Nem csináltak semmit, egyébként fejjelentést tettek, bejelentést tettek, ami gyakorlatilag arról szól, hogy Ez világos, mert a bizottság csak, előtt csak nem én... De ez teljesen abszurd tényleg. Én, én nagyon... Igen, csak itt elhangzott két olyan állítás, amire szerettem fogok volna, elválni, szeretném Fogok erre reagálni, csak szeretném, hogyha lenn, látnánk ennek az összefüggéseit. Egy súlyos pedofil bűncselekmény sorozatot követett el egy fővárosi intézmény igazgatója. A főváros, mint fenntartó, tudott ezekről a nagyon súlyos vádakról és nem csinált semmit. Most ezek után az a kérdés merül föl, hogy több mint tíz évvel később a mostani fővárosi vezetés, az miért nem csinált valamit? Tehát ezt, ezt, ezt nem érzem egy súlycsoportban lévő ügyeknek. De ez a válaszok a konkrét kérdései. Nem a, nem a valami, én konkrétan azt kérdeztem, amit ő mondott, hogy a sértettek 2020-ban, amikor ön volt a polgármester, önhöz fordultak, hogy tegyen valamit, kártérítést kérjenek, és azt mondták, azt mondták, hogy elvárják, hogy a fenntartó kiálljon, felelősséget vállaljon és bocsánatot kérjen. Állítólag ezt kérték öntől, kérték vagy nem, vagy miért nem történt ez meg? Ö, amikor ezt a megkeresést kaptuk, akkor az a, arról a jogi helyzetről kellett tájékoztatnunk ö, a minket megkeresőket, hogy a főváros jogi értelemben már nem tud helytállni ebben az ügyben, és egyébként, a, a, ha jól De tudom, nem akkor, akkor a, a kártérítési pert meg is nyerték. De még egy dolog. 2019-ben, amikor én lettem, tudtunk erről az ügyről, hiszen ö, nyilvánosságra került, hogy jogerősen elítélték ezt az igazgatót. De 2011-ben az akkori főpolgármester helyettes, az akkori osztályvezető, főosztályvezető, és Tarus István sajtófőnöke tudott erről az ügyről. 2011-ben, és utána még négy-öt éven keresztül ezek a bűncselekmények mentek tovább. Most utólag most tényleg arról beszélgetünk, hogy én utólag milyen levelet írtam az engem megkereső áldozatoknak egyébként egy nagyon kedves szíves szóló levelet. Tehát azért ez egy olyan súlyos aránytévesztés, ne haragudjon. Tehát ha én lettem volna főpolgármester, és ez bekövetkezik, akkor szerintem én most börtönbe ülnék. Tehát, hogy ez egy, tehát, tehát hogy mondjam, ennek az erkölcsi, meg politikai, meg, meg jogi súlya ott van az előző város vezetésen, és értem, hogy le akarja magáról rugni, de azért ez mégiscsak abszurd. És én tényleg mindig nagyon-nagyon mértékletesen és tisztelet tudom beszélek az elődömről, mert ő is ugyanúgy meg volt válaszva, mint én. De azért ez szerintem egy nagyon-nagyon rossz kommunikáció, és azt mondani erre, hogy hülyeség volt, ez egy mélységesen bántó dolog azoknak az áldozatoknak, akiknek az életét tönkretették ezek a gazemberek, akik egy fővárosi fenntartású intézményt vezetnek, és a fővárosi önkormányzat akkor tudott ezekről a vádakról, és nem csinált semmit. No, megint ugrunk egy témát. Mini Dubaj vagy Maxi Dubaj. Szijjártó Péter ugye bejelentette, hogy aláírták ezt az államközi szerződést, írták tulajdonképpen alá? Ugye nem ugyanaz teljesen, mint a beruházásról már a szerződés. Nem, hát gyakorlatilag a papírjuk van arról, hogy mindenféle versenyeztetés, közbeszerzés és minden más nélkül egy elképesztően értékes cégeket átadnak egy befektetőnek, vállalnak egy csomó mindent ebben a szerződésben, a befektető pedig egy dolgot vállal, hogy elkölt 5 milliárd eurót, de hogy mire költi, meg mérkölt, Ezt most egyelőre nem lehet tudni. Nem lehet tudni, azt lehet tudni, ami kiszivárgott, és amit Lázár miniszter úr a sajtótájékoztató olyanképpen megerősített, hogy luxuslakásokat, felhőkarcolókat és turisztikai látványosságot akarnak építeni. Most szerintem ez nagyon rossz irány. Minden szempontból nagyon rossz irány. Mi történt itt ö, ö, december elejét óta? Most az a sajtótájékoztató, amit említett, az talán december elején volt, akkor tartott Lázár János egyetemet. Hát, mert ledugtak, ugye azt történt, hogy a sajtó ö, valahogy megszelte, hogy itt a háttérben ö, tulajdonképpen valami készül. Igen, Mi de, az, tudjuk, de hát hogy ön kosszul... is azt mondta, hogy egyeztetett Lázár Jánossal. Erről, van az ebben, az ebben, az ügyben nem. Miniszter úr azt mondta, én ezzel természetesen mélységesen nem értek egyet, hogyha megvan az államközös szerződés, akkor lehet majd, megvan a beruházó, akkor lehet majd beszélgetni. Utána. Na, de hát ez már bocsánat. Hát ez, ez egy köztulajdonban lévő telek. Elképesztően értékes. Vasút, metró, autópálya közelében van. A belvárostól egy tényleg egy hajításnyira. Száz hektárról beszélgetünk. Ez egy illamatlan érték. Tehát nincs még egy ilyen domás a Budapestnek, hogy ha valamit szeretnénk fejleszteni, akkor ez a terület ennél a jobb helyre nincs. Ki kéne találnunk, hogy mit szeretnénk? A fővárosnak egyébként, és széles szakmai körben nagy konszenzusra elfogadott javaslatom van arra, hogy mit kéne itt fejleszteni. Egy új városrészt lehetne kialakítani, parkkal, megfizető lakhatással, szolgáltatásokkal. Nekünk kéne megmondani, hogy mit akarunk, és utána ahhoz keresni beruházót. De most fordítva történik, van egy beruházónk, és ő, hogy mondjam, tulajdonképpen egy vele kiszolgáltatott helyzetben lesz majd az állam. Nyilván a Fidesz közeli vállalkozások, akik itt majd óriási megbízásokat kapnak, ők lehet, hogy jól járnak, de a budapestiek rosszul járnak. Nem bízik abban, amit mondott a kormány, talán Gergő, hogy semmi nem épül oda, amit a budapestiek nem akarnak? Most egy lakógyűlést hirdetett pont ezért. Hát, hogy bízom benne, az, az egy talán túlzás, de mindesetre kapaszkodok ebben a mondatba, meg abban a tapasztalatban, amit a Fudán beruházásnál egyszer mert a Fudán beruházás kapcsán ugyanezt történt, az volt a különbség, hogy ez egy titkos államközi szerződés volt, ezt legalább el lehet olvasni, mert fönn van a parlament honlapján, ugye a törvénynek, ugye a parlamentnek még jóvá kell hagyni a jól értem a jogi folyamatot. Akkor is a budapestiek ellenállása tulajdonképpen elvette a kedvét a beruházónak. Most is ez fog történni, és nagyon remélem, hogy a budapestiek elmondják a véleményét erről a dologról. Én biztos vagyok benne, hogy nincs Budapesten olyan ember, aki szeretne, felhőkarcolókat, a 200 méteres felhőkarcolókat a hősőterep látványában. És tehát ön szeretne... szerint ez így nem fog megvalósulni? Hát nekem az a dolgom, hogy ne. egyeztetést kezdeményezem most ezek után, mondjuk, hogy alá van írva most már ez az államközi szerződés. Nem, mert ennek a szerződésnek a keretében ezt nem lehet megcsinálni, mert előbb, tehát ott átadjuk a tulajdont, átadjuk a vagyont, egy beruházónak, és nem mondunk semmit arról, hogy mit akarunk ott látni, ez, egy, ez, egy, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen hát eladjuk ezt a területet a semmiért. És én voltam Belgrádban, ugyanez a beruházó, ugyanilyen államközi szerződés keretében megvalósított egy beruházást, tényleg szeretném, akit ez érdekel, menjen el Belgrádra, nézze meg ezt, elképesztő. Egy, egy bizarr, negatív rémálom, amely egyébként egy urbanisztikai katasztrófa, Például azért, mert a Belgár belvárosában két fokkal magasabb az átlag hőmérséklet, mert az összes szélcsatornát elállja. Ez, ez, az épület rengeteg, ami ott van. Ez Budapesten nem való. Egyébként Zágrában is akart ez a beruházó építeni. Ott a helyi az ottani ellenzéki pártok ezt megakadályozzák. Ez lesz Budapesten. Egy gondolat, még holnap március 15-e szabadsajtóúton mond beszédet, ott lesz a főváros megemlékezése civil és diák szervezetekkel közösen, ahol Alexei Navalnyi özvegye is elmondja az üzenetét. Önök keresték meg, ez egy videóüzenet lesz? Nyilván biztonsági okokból nem reális az, hogy, hogy itt legyen Budapesten. Igen, mi kerestük meg, mert engem nagyon megrázott Navalny halála, és az is, hogy a magyar parlamentben amikor rá megemlékeztek, akkor kvált nem álltak föl. Szerintem ez nem helyes. És egy nagyon fontos üzenet a világnak, hogy bátor emberek igenis csodákra képesek. Erről szól egyébként a március 15-e, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk 17 órakor a Erzsébet Pesti hívfőjénél. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.